Középiskolában mondta az egyik osztálytársam, hogy nem fogja zavarni, hogy egész életemben pénzzel fogok foglalkozni. Mondtam neki, hogy hát lehet, de igazából még mindig ezzel foglalkozom a legszívesebben. Jelenleg a Procter & Gamble-nél dolgozom. Csömörön van egy női higiénés termékeket gyártó üzemünk, és ott vagyok pénzügyi menedzser. Közgazdasági jellemző mesterszakon végeztem. Ez mindig ilyen határterület volt, hogy most pénzügy, közgazdaságtan, az mindig egyfajta ilyen kicsit tanácsadós témakör. Ez leginkább ilyen döntéshozatal, hogy jól átlátod az összefüggéseket, és ebből tudsz-e valami értelmeset kihozni. Ami engem érdekel, az a mikroökonómia, és az, hogy hogyan lehet valamit elemezni ilyen kis egységekben, rájönni összefüggésekre. Ha van egy vállalat, az kinek ad el terméket, hogyan, ezek mögött milyen folyamatok vannak, hogyan épülnek fel a rendszerek. Mint amikor végigsétálsz egy gyártósoron, és így azt érzed, hogy minden egyes elem, minden egyes kis csavar, az valakinek az ötlete, és csomó tudáson így összepréselve ezekbe. A mikroökonómiában az a jó, hogy az igazából arról szól, hogy miért veszed meg a túrorudit, és miért nem választasz helyette csokoládét. Nyilván ez egy nagyon komplex döntési folyamat, de valahogy ezt próbáljuk modellezni, mert nyilván ezen múlik az, hogy mennyit kell gyártania a cégnek. Amivel mi foglalkozunk ott, hogy ezt mind hogyan tudod a lehető legnagyobb profit vagy legkisebb költség mellett előállítani. Egy ilyen nagyon kis tanszéken tanultunk. Bármilyen kérdésünk volt, akkor így mindig mehettünk mindenkihez. Önmaga ez a kis közösség egy ilyen nagyon inspiráló dolog volt, mert nem éreztem soha azt, hogy van egy ilyen gap a tanár és a diákok között, hanem mindig azt éreztem, hogy igazából így együtt dolgozunk egy csomó témakörön. Kőhegyi Gergőnek a mikróóráit soha nem fogom elfelejteni. Hétfő estétől kedd estig írtam a házi feladatokat neki. A legtöbb tanárom az szerintem olyan volt, akitől is sokat tudtam tanulni. Elsajátítottam valami gondolatmenetet, ami a későbbiekben hasznomra vált. Amit még nagyon szerettem az egyetem alatt, azok a különböző versenyek voltak. Mondjuk voltam amiatt Brüsszelben, Amsterdamban, Rigában, egy csomó helyen így a világon. Amikor mondjuk bejutottunk valami versenyre, amihez kellett valami támogatás, akkor így együtt néztük, hogy hú, mire lehet pályázni. Élvezem az egyetemet, ott is még tanítgatok, meg mentorálok diákokat, meg van még egy ilyen kutatási projektet. Mikroökonómiát szeretek nagyon tanítani, ezen kívül ökonometriát tanítok, azért, hogy ne felejtsem el, illetve marketingből kutatok, kiskereskedelmi üzletláncoknak a teljesítmény, az innováció és a diverzifikáció közötti kapcsolatát. Önzetlenség. Kezdeményezőkészség. Kreativitás. Persze, hogy az eltére jártam.